A mai napon három pályázati kiírás került meghirdetésre, mind a három az alapegészségügyi szolgáltatások javítását célozza, orvosi rendelők felújítását, orvosi eszközök beszerzését és orvosi lakások, orvosi szolgálati házak megépítését célozza. A Magyar Falu Program pályázati kiírását jelenti be Gyopáros Alpár ezen a márciusi felvételen. A programra országosan mintegy 15 milliárd forintot fordít a kormány. Azok a házi orvosok pályázhatnak, akik 5000 fő vagy annál kisebb lélekszámú településeken vállalnak szolgálatot. A pénzt ingatlanvásárlásra és felújításra is költhetik. Az intézkedés célja a kormány szerint a korszerű ellátás biztosítása mellett az, hogy minél több fiatal orvos helyezkedjen el az elöregedő településeken. Fiatal paciens érkezik tanácsadásra az egyik tolnai rendelőbe. A településen eddig egy praxis volt tartósan betöltetlen, azonban hamarosan egy másik orvos nyugdíjba menetelével újabb üresedhet meg. A városvezető házi orvosa ugyan üdvözölte a kormány döntését, de szerinte a korszerűbb ellátás és lakhatás megteremtésével még nem lesz vonzóbb a pálya a fiatalok számára. A fiatal elvállal inkább tartós ügyeletet, vagy tartós helyettesítést, és kevésbé vonzó ez a házi orvosi szakma, akár gyerekorvos, akár felnőtt orvos tekintetében. Kevésbé szeretnének felelősséget vállalni, kevésbé szeretnének egyedül dolgozni. Az orvosi kamara megyei titkára azt mondja, a támogatás jól jön, mert főleg a vidéki kistelepüléseken jellemző, hogy egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis, emellett a kormány eddigi intézkedései nem tudták felszámolni a betöltetlen praxisokat. Az eddigi intézkedések, amelyek ugye a praxisvásárláshoz, illetve a letelepedési támogatáshoz adtak segítséget, ezek nem voltak elegendők. Az sem volt elegendő, sajnos, hogy az országgyűlési választások előtt 3 éven keresztül több forrást biztosított a kormányzat, sajnos azóta nem. Ezért örvendünk, hogy ismételten egy olyan lehetőséget látunk, ami elősegíti ezt a folyamatot. A 15 milliárdos keretre már most lehet pályázni. A felújítások szeptembertől kezdődhetnek meg.